Nemrégiben újult meg másodhalom sportcsarnoka, és már is többféle sportág, több új sportág honosodik meg, úgy tűnik itt a faluban. Milyen sportágakról van szó, vagy egyáltalán milyen együttműködésről beszélhetünk ennek keretében? Azért is kezdtük el felújítani a sportcsarnokunkat, mert hála jó Istennek itt használják. Ugye most is látható, hogy egyszerre többféle sportág is zajlik, sportág tanulása is zajlik itt a sportcsarnokban. És már évekkel ezelőtt fölmerült az igény. Egyébként érdekes módon az illegális migráció, a tömeges illegális migráció megjelenésekor 2015-ben több lakos megkeresett engem azzal, elsősorban fiatalok, de közöttük például kisgyermekes édesanyák, azzal a kéréssel itt Ásotthalmon, hogy valamilyen küzdősport oktatást szeretnének. Ugye akkor volt egy rövid ideig, vagy legalábbis egy évig tartó átmeneti, szubjektív biztonságérzet csökkenés, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy küzdősportokat kértek tőlem az ásotthalmiak. És hát most itt a felújított sportcsarnokban rögtön kettőféle küzdősport edzés kezdődik el. A fölnőtteknek, a nagyobbaknak ajánlom elsősorban az MMA edzéseket, ugye ez a ketrec harc magyarosan szólva, és Szegeden nagyon komoly egyesület van, világszinten, európai szinten híres egyesület van, akik elkezdenek itt majd edzéseket tartani Ásotthalmon, és ezzel párhuzamosan elindul a judó edzés, ott elsősorban Móra Halmi barátaink segítségével, és erre is úgy látszik, hogy nagy igény van Ásotthalmon. Elsősorban a judóra gyermekek, fiatalabbak fognak valószínűleg jelentkezni, ők érdeklődnek jobban. A ketrec harcra viszont várunk nyugdíjas korosztályig bezárólag mindenkit, és amikor nekem is esetleg könnyebb napjaim vannak, mint ma, amikor itt öltönyben jelentem meg a tatami mellett, akkor én magam is szeretnék majd az MMA edzéseken részt venni. Igen, és hát úgy tűnik, hogy ha itt magunk mellé nézünk, hogy elég nagy az érdeklődés azért erre a sportra például, pedig ez még csak az első edzés. És hát mondjuk ezen fölbuzdulva, ugye folytatódik majd a sportcsarnoknak a felújítása is, ha jól tudjuk. Igen, nagyon szeretnénk elsősorban TAO pályázatra, akár a szegedi kézilabda sporttal együtt közösen pályázni majd, hiszen a sportcsarnok felújításának a második üteme az még hátra van, itt elsősorban a nyílászárók cseréjére kell gondolni, illetve hát a parketta, hiszen az előcsarnok, a vizes blokkok, ezek a tipikusan ilyen technikai jellegű munkálatok, ezek már mögöttünk vannak. De elsősorban grappling MMA-t szeretnénk. Van külön állóharcedző és van külön földharcedző, aki ki fogja állni ide edzést tartani. Beszéljünk azért erről a sportról egy picit, mert én laikusként nem nagyon tudom beazonosítani, pontosan milyen ága is ez a harcművészetnek. Hát amit itt elsősorban szeretnénk delegálni, az egyik szakosztályom az MMA, sárközi MMA team, ugye az ország legelső ketrec harcosa az edzőnk, kollégám, és a német Robi, szintén edző kollégám, ő lesz, aki itt képvisel majd minket. Ő képzett állóharcba, földharcba, mindenbe, úgyhogy lehet rá számítani minden területen. Ez lesz itt most az első edzés Ásotthalmon. Ehhez milyen előképzettség szükséges? Látom, hogy itt már vannak azért jelentkezők, de biztosan nem elsőnek fogják ezt a sportot látni. Nem, hát kihoztunk ide edzőtársakat, tanítványokat, öregebb tanítványokat, hogy mutassanak valamit azért az alapokból, de teljesen kezdők is jöhetnek, hobbistákat szívesen látunk, akár itt a környező iskolákból, vagy bárhonnan. Mire való tulajdonképpen ez a sport? Arra, hogy valaki az erőnlétét fejlessze, vagy egyáltalán egy szellemiséget ad ez a sportolóknak? Tehát tulajdonképpen milyen célt szolgált, miért kezdjék el ezt akár a fiatalabb korosztály? Hát alapjában véve ez versenyzésből indult, ugye ahol elnépszerűsödött a ketrec harc, az a különböző sportágok megmérettetése volt az alapja, de ma már leginkább a hobbisták látogatják, úgyhogy fordult a kocka, és örülünk is ennek, mert mi is az amatőr részét képviseljük elsősorban, de természetesen néhány versenyzőnk azért a profi karriert is megkóstolta már.